A Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki és szolgáltatási technikum és iskola végzősei a hagyományoknak megfelelően április 29-én a Hunyadi iskola előtti területre vonultak, hogy elbúcsúzzanak az iskolai évektől, tanáraiktól és diáktársaiktól. Az ünneplőket elsőként Jurák Dániel diák köszöntötte, majd kanalas Valéria szavalatát hallgathatták meg a jelenlévők. A 11-esek nevében nagy Loretta tíme a búcsúzott el a végzősöktől. Elhangzott az, hogy most jött el az a pillanat, amikor elhagyhatják az oktatási intézményt, és kiléphetnek a nagybetűs életbe a tanulók. A diák ehhez hozzátette, hogy mostantól magukra számíthatnak, új akadályokat kell átlépniük, és nagyobb gonduk is lesz, mint megírni egy kémia dolgozatot. Nagy Loretta tíme a reményét fejezte ki, hogy diák társai a középiskolában töltött évek alatt elegendő tudást szereztek ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az útvesztőkben és tájékozódni tudjanak a világban. A búcsúzó gondolatok után Vaskó Vivien Sík Sándor versét adta elő, majd az utolsó éves diákok műsora következett, amelyben közreműködött Homonnai Daniella, Csepcsényi Norbert, Albert Janet és Sipos András. Az idén rendhagyó búcsú beszédet hallgathattak meg a ballagásra meghívott vendégek, amely a végzős tanulók saját gondolataiból lett összegyúrva, és mindannyian egy kicsit benne voltak. Az elköszönő gondolatok után a zászló átadás következett, amelyel az intézményben maradó tanulók ígéretet tettek arra, hogy tanulmányaikban és céljaikban is követni fogják a ballagókat. Csider Andor igazgató üdvözölte a diákokat, pedagógusokat, a szülőket és a meghívott vendégeket, majd kihangsúlyozta azt, hogy végre ebben az esztendőben olyan lett ez az ünnep, amely az 50 éves hagyományoknak megfelelően alakítottak ki. Az igazgató ehhez hozzátette, hogy az elmúlt két évben a pandémia miatt csak jelképesen vehettek búcsút a ballagó diákoktól, azonban újra teljes értékű tanévál mögöttük minden örömével és együtt. A szónok felhívta a figyelmet arra, hogy a ballagás egy olyan ünnep, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, megélhetik az újrakezdés és az új iránti kíváncsiság, valamint a megérkezés reménységét. Csider Andor felhívta a figyelmet arra, hogy az érettségi és a szakmai vizsga zárja le a középiskolás éveket, amely a tanulók életének a legnehezebb időszaka volt. Az igazgató beszéde utána a térség országgyűlési Képviselője, konzúfia lépett a mikrofonhoz, aki hasznos útra való gondolatokkal látta el a végzősöket. Elmondta azt a jelenlévőknek, hogy sok ismerős arcot fedezett fel a végzősök között, hiszen részt vett az iskola 50 éves jubileumi ünnepségén, amely nagy élmény volt számára. Hozzátett, hogy ebben az intézményben a diákok egy olyan értékcsomagot kapnak a pedagógusoktól, amely meghatározó lesz egész életükben. Ezt követően a legjobb tanulmányi eredményt elért diákok elismerésben részesültek. Az év technikumi tanulója 2022 elismerést Szatmári Józsefnek ítélték oda, az évszakképző iskola tanulója 2022 díjat Tamás Bence érdemelte ki.